Három győzelemmel kezdték a bonyhádi sárgák az új bajnokságot az NB1B zöld csoportjában, amit sajnos három vereség is követett azonnal. Ennek volt objektív oka is, erősebb ellenfelekkel is találkozott az immáron atomerőmű ese Bonyhád KS-e, de rajtuk múló szubjektívek is. Ez pedig a csapatvédekezés időnkénti szétesése. Ezen sikerült javítani az idei hetedik meccsen, amikor a Hódmezővásárhelyi kosársuli csapatát fogadták a bölcségiek. Mindez persze szükséges, de nem elégséges feltétele volt ahhoz, hogy a negyedik győzelmet megszerezze a csapat. Nagyon hiányzott ezúttal az a 3-4 Paksról az NB1-es csapat holdudvarából érkező, valóban erősítést jelentő fiatal játékos, akik abszolút kiegyenlítetté tették volna az erőviszonyokat a komplett csapattal érkező Hódmezővásárhelyi kékek ellen. Nyilván különböző problémák léptek föl, illetve a vírushelyzet is közrejátszott. Ebből adódóan az itt pattogtató fiatal tehetségek, akik ilyen 20 év körül játékosokról beszélünk. Ők jelen pillanatban már nélkülözhetetlenek az ASE felnőtt számára, így a mai napon 4 ilyen meghatározó, vagy úgy is mondhatnám, kezdő játékosunkat nélkülözni kellett. Ezt én tudom, hogy a rutinosabb és régebb óta itt lévő játékosoknak egy picit nehéz mentálisan is kezelni, ugye, hogy végre volt egy év, amikor úgy éreztük, hogy ezzel az állománnyal azért van keresnivalónk itt a zöld csoport élmezőnyébe, ez a mai napig így van, csak ugye a változásokkal nekünk is változni kell, és alkalmazkodnunk kell, úgyhogy azon vagyunk, hogy jelen pillanatban, ha ez a társaság adja így a Bonyhád keretét, ez a társaság nyilván nem egyik hétről a másikra, vagy egyik hónapról a másikra, de együttes munkával a későbbiekben azért a zöld csoportban számottevő csapat legyen. Ezért persze még sokat kell a hétközi edzéseken dolgozni, az új csapatot végleg felépíteni. Ebből a szempontból is voltak már bíztató jelek a Hódmezővásárhely ellen. Sikerült a második játék részben ugyanis 17-18 pontos mínuszból visszakapaszkodni, kemény kosárlabdát játszva, és bejönni 10-en belőre. De a hosszabb kispaddal bíró alföldiek közelről, a palánk alól és a távoli dobásokkal is hozták azokat a pontokat, ami a mérkőzés biztos megnyeréséhez kellett. 86-79-re nyertek a vendégek, ám a tartalékos bonyháriak is ezúttal emelt fővel mehettek az öltözőbe.